Nekem a legfontosabb a sport ebben az értelemben. A foci része volt az életemnek. A futok egyet az erdőben, már jobban indul a nap. Önmagában azt vettem észre egyébként, hogy ha folyamatosan sportolok, akkor mindent jobban bírok. Persze vannak olyan időszakok, amikor szinte lehetetlen, tehát az ember reggel 4-kor kell és megy ki egy forgatásra, akkor megtalálni ezeket az időszakokat, akkor meg kell tanulni az 5 perc alatt, hogyan szedem össze magam technikákat, amikor egyszerűen a büfében ledőlök 5 percre. De ezek nem normális alaphelyzetek. Na most, hogyha az ember élete nem normális alaphelyzetek sokasága, akkor persze ez komplikált, akkor meg kell teremteni időt, mert csak hiszi az ember. Ez is egy tapasztalatom, hogy nem lehet megteremteni, meg lehet teremteni az időt. Két meló közepette is. Igenis, meg. És úgy kell szervezni, mert megéri hosszú távon, mert különben összeroppal az ember. A természet mindig hatott rám. Rá tudok csodálkozni városokra, építészetre és festészetre, de a vizet, például ha vizet nézhetek, egy 10 percig, az nem tudom, lehet, hogy tengerész kellett volna, hogy legyek, az engem földob mindig. Legyen az állóvíz, folyó, Balaton, tenger, csermely, ér, csak csordogáljon. Ha nem értem, hogy mi történt, az nagyon zavar. Ha tudom, hogy hol hibáztam, az egy tiszta képlet, és az nem ráz meg. Ha nem pontosan tudom, vagy pedig nem szakmai okok vezetnek, már pedig egy ilyen, hogy mint kulturális termék egyszer csak a piacra kerül valami, akkor most már nagyon sok minden befolyásolja. És ezek a befolyásoló tényezők, ezek tudnak dühítők lenni. Már nem az ügyekről, nem előadásokról, nem könyvekről beszélgetünk, hanem a személyekről, és a személyekhez való fűződő viszonyunk határozza meg, hogy hogyan értékelünk valamit, az nagyon zavaró tud lenni, és az bosszant. Akár film, akár színház, akárkivel dolgozik, és akármi a cél, nyilván akkor működik a legjobban, ha ezzel a céllal tisztában vannak, akármilyen ponton ebben a csapatban résztvevő játékosok, színészek, dolgozók. Nyilván minden jobban működik, hogyha nem valami mesterkét dologról beszélek, amikor és mi vagyunk a nem tudom milyen csapat, mert ezek is tudnak hatni, de ahol valóságos, személyes tűz van abban, aki ezt a dolgot vezet, és ő maga hisz abban, hogy mit miért csinál, akkor nyilván könnyebb bevonni az embereket. Az emberek hamar megérzik, hogyha ez az egész egy kamu. Én van olyan erősen hiszek, hogy akkor gurul igazán a szekér, hogyha mindenki, aki a környékén van, azt akarja, hogy guruljon. Soha nem untam azokat a napokat, ahol délelőtt a színházban mondjuk rendeztem a feleségemet, vagy rendeztek minket, vagy filmen dolgoztunk együtt. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni, ez ilyen egyszerű. Mégiscsak van itt a szerencsének szerepe. Mindig letagadjuk. A történelemről is mindig úgy beszélünk, mint hogyha más fordulatot nem vehetett volna, mint amit vett. Én ezt nem hiszem. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a hosszú távú folyamatok, azok előbb-utóbb oda vezetnek, ahova vezetni, tehát nem tudnak máshova vezetni, de abban a percben, hogy az én életemnek a hosszú távú résznek az egyik eleme, akkor már nem mindegy. Ez például mondjuk, hogy a nagy császár egyszer csak azt mondta, hogy a kereszténység legyen az államvallás, de sok minden mellett egy szinte újbökéses dolog volt, hogy most egyszer csak azt mondjuk, hogy a három nagy világvallás, vagy nem tudom, hány nagy világvallásnak, mit tekintünk világvallásnak, de mindegy. Az egyik nagy világvallás, az mi nekünk itt Európában az a katolikus vallás, így bökött rá egyet. Az, hogy nem németül beszélnek az Egyesült Államokban, az egy szavazaton múlott. Ezek nagyon érdekes dolgok, és nyilván egy németül beszélő Egyesült Államoknak más lett volna viszonya Németországgal. Tehát ezek pedig véletlenek, itt nincs mese. És mondhatjuk azt, hogy előbb-utóbb úgy ért volna véget a világháború, vagy előbb-utóbb így és így alakult van az emberiség sorsa, de annak, aki ebben a pici szeletében éli az életét, annak az nem a mindegy kategória. Tehát az, hogy nekem az Eszter a feleségem, és az, hogy ezen belül sok mindent egyformán látunk, de még jól is tudunk együtt dolgozni, ez nagyon nehéz megmondani, hogy ebből mennyi a véletlen, mennyit dolgozunk mi magunk, mennyi kompromisszumot kötünk, és hogy ez a kompromisszum, nyilván az ember azt érzi, ha megéri, akkor jól érzi magát, ha nem érzi meg, mert nyilván kompromisszumok sokasága együtt élni valakivel. Ez természetes. Nem mindig azt tehetem, amit tenni szeretnék,
ez a korlátozás, ezt van, aki nagyon nehezen viseli, ennek különböző mértékeit. Ha megéri és cserébe ennyi mindent kapok, mint amit én kaptam a családomtól, most nagyon tudom elképzelni másképp az életemet, akkor ott a szerencse faktort, ha kiiktatjuk, hanem tök mindegy, én csak magamról tudok beszélni. Én tudok együtt dolgozni a családommal. Tehát a gyerekeim is belekeverednek ebbe a szakmába, úgy tűnik, előbb-utóbb az is kiderül, hogy ők tudnak-e velünk. Centrál Színházban játszom, most kezdődik az évad, mert ott egy hosszú munkafolyamat végén most egy premier lesz éppen a My Fair Lady, és utána kezdjük felújítani a tavalyi darabokat. Többek között ugye Nem félünk a farkastól, ami tavaly mutattunk be, és ami nagyon fontos, Básti Júli, Vasmit Zolival, Ágoston Katival játszunk. Két film is kijön hamarosan, az egyik Sándor Pál Vándorszínészek című filmje, ott is együtt játszom az Eszterrel, és a Török Feri, most nem tudom milyen cím, 1945, vagy Hazatérés, most meg igazán nem tudom melyik cím mellett döntöttek, ahol egyébként szintén az Eszterrel játszottam együtt. Ez két nagyon fontos munka volt nekem, két nagyon másmilyen szerep, két nagyszerű munka, tehát ez megint hálás vagyok a sorsnak, hogy múlt nyáron ilyen sűrű életet élhettünk, és ennyit forgathattam, ezek jönnek ki hamarosan, a Vándorszínészek, azt már tudom, hogy februárban, a Török Feri film bemutató időpontjáról még nem tudok.